Üdv mindenkinek, ez itt a Race to Sun nevű játék, ami úgy gondoltam, hogy bemutatót mindenképp megérdemel, aztán meglátjuk, mást is érdemel majd egy szép napon. Ilyen nagyon édes, egyszerű kis arcade-os játék, ami imádnivalóan kis édes. Szóval tiéd ez a naperő, vagy napfény meghajtású különös kis járgány, ami nem szeretne neki menni semminek itt a pályán, viszont szeretne nagyon gyorsan menni. Szereti ezeket a kék bizbaszokat összeszedni, mert azok plusz pontot jelentenek. A zöld bizbaszokkal ugrani tud, a sárga bizbaszok pedig a naplementét késleltetik, mert értelemszerűen valami a napfénye energiájában működik, az nem szereti, amikor lemegy a nap. És a játéknak vagy akkor van vége, amikor van neki mész, vagy amikor lemegy a nap. Megpróbáljuk mind a kettő dolgot elkerülni a lehető legtovább. És kicsit bonyolultabb, vagy kicsit több van ebben annál, mint amilyennek most ez esetleg látszik. Egyrészt különböző régiók vannak, amik váltakozó, vagy hát növekvő nehézségűek. Másrészt, ahogy haladsz előre a játékban, úgy unlockolsz egyetlen dolgot, úgy oldasz fel egyre több mindent. Például, mint látható, most már mindenféle dolgok szaladgálnak mindenfelé, és pirosak, és pattognak. Segítség! 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 Milyen jó, hogy ez volt olyan kedves, hogy kinyílt, különben mit meghaltunk volna. Én nagyjából tudom ennél a résznél már, hogy mire számít, csak ami hasznos egyébként, elég nagy szarba lennénk. Így is elég nagy szarba vagyunk, mert ennek nagyjából 15-ször neki mentem korábbi próbálkozásaim során. Szerusz, malomkerék, köszi, hogy kinyíltál. Utállak titeket, amikor ezt csináljátok. Don Quixote üdvözöl mindenkit. Ez a kettes régió az, ami engem mindig nagyjából tönkretesz. A hármas azonban az, ahol a játék teljesen elmebeteg lesz. Azt ugye látni fogjátok. Segítség! Mi történik? És hogyha nem is láttuk, hogy mennyi őrület történik. Itt vannak ezek a különböző teljesíteni valók, amikkel szintet lépsz. Ó, micsoda extra finomságaink vannak itt. Tehát például a mágnes helyet kiválaszthatom ezt, hogy lehet egyszerre két ilyen ugróbizbasz nálam. Meg majd lehet, úgy látom, dizájnolni a repcsit, mindenféle érdekességek. Ez nemrég jött ki Steamen, nekem volt egy szerencsém, hogy kaptam belőle egy ingyen példány még régen. Amikor még nem volt Steamen. Egyébként van ingyenes verziója a Kongregéten, majd annak berakom a linkjét, mondom ezt most, de mindegy, hogy el fogom felejteni berakni. De szerintem megéri egy pillantást, nagyon jó kis szórakoztató játék. Nyilván nem egy Call of Duty vagy egy egyéb AAA jellegű játék, de szerintem annak, ami nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon szórakoztató. Az első régió szerencsére egész könnyű még. Kivéve, ha nagyon gyorsan megyek, mert akkor ez is egy kicsit nehezebb lehet. Szerencsére megint nem mentünk neki semminek. Ez a felhőknek megvan a maguk bája, mint látható, ugyanúgy a napenergia elérése szintén nehezebbé válik, amikor az ember egy bazi nagy felhő alatt van. Ott volt egy portál jobbra, nem tudom, valaki látta, vagy érdekes lett volna belemenni, sajnos elkerültem. De... Na, erre tartogattam a második ugrást, mert ezeket utálom, ezeket a baromi nagy lögdösődő, vagy... Uff. Na, ez egy dolog, hogy nem sikerült a naplementele... Szóval egy dolog, hogy nem sikerült a naplemente késleltetőt felvennem, de ráadásul a falnak is neki mentem, majd ráadásul meg is haltam. Szóval tök jó nekem, tényleg. De repkedjünk tovább, hát ha egy ilyen portált találok majd, mert azt érdemes megnézni, mi van, amikor ott bemész. De ha nem tudom megmutatni, akkor meg vegyétek meg a játékot és nézzétek meg magatoknak, mert nagyon jó kis aranyos móka.
gyerünk egy gyorsabban. Várjuk, azért is extra javasolnám, hogy vegyétek, mert szegény szerencsét a fejlesztőknek elég nagy rémálom volt a Steamre feljutási procedúra, és az képest, hogy ez egy tök jó kis játék, amit így mondjuk úgy, hogy a idézőjeles szaksajtó már amennyire ugye hitelesnek tekinthető a videójátékos szaksajtó nagyja, alapvetően imádott, alig vette meg valaki, úgyhogy a magam szerény eszközeivel hadd próbáljam meg itt promózni. Közben beérkeztünk a második zónába. A régióba. Legalábbis mindjárt ott leszünk. Igen, itt is vagyunk. Na jó, itt takarodjatok a fenébe, nem szeretnék veletek foglalkozni. De... veletek se! Pápá! Úristen, de rossz helyen fogok landolni! Jajaj! Jajaj! Egy naplemente késletető cucc, de jó jönne. Szerencsére találtunk egy jó kis portált. Úgyhogy... üdv, különös hely! Ez egy kicsit más, nem gondoljátok? Jó sok pontot össze lehet szedni, meg hát nyilván meg is lehet halni elég könnyen. Reméljük, hogy utóbbit elkerüljük, előbbit pedig megvalósítjuk. Ezeket a nagy struktúrákat inkább kikerülöm, mert egyszer sikerült ott meghalnom. De most nem nagyon lesz módom kikerülni, meg ezt se. Szerencsére át tudtam menni anélkül, hogy öngyilkosságot követtem volna. Ami kellemes, az ember nem nagyon szeret öngyilkosságot elkövetni általában. Én legalábbis úgy tudom. Jajjaj. Na, de túléltük. Úgyhogy ezzel... a játék effektíve úgy ítélte meg, hogy mi sikeresen kitakarítottuk a második régiót. Szerencsére a nap is feljebb ment. Úgyhogy üreítünk a hármas régióban, aminek elmebetegségét remélhetőleg most mindjárt látni fogjátok. Áó! Most nem vagy olyan elmebetegkedves hármas régió, mint szok. Na most már igen, amikor minden elkezd ledőlni. Kicsit kellemetlenül tudja érezni magát az ember. Nyugalom! De rengeteg felhőse segít egyébként. Ne szórakozz velem! De szórakoztál velem. És így lassulak is vagyunk, nem kéne az árnyékba sem mennünk. Ezer problémánk van. A körülöttünk ledőlő világról nem is beszélve momentan, hogy egy rakéta éppen kilőtt. Örülünk nekik. Jajaj. Na, de valahogy tovább jutottunk, ami megnyugtató és váratlan fejlemény. A nap pedig nem nagyon van magasan. Sőt, úgy is mondhatnánk, hogy elég alacsonyan van. És ennek én egyáltalán nem örülök. Ott egy ilyen nap meghosszabbító bizvasz nagyszerű. A legjobb kor. De még itt sincs különösebben magasan. Jó, ma repüljünk itt, nem vagyok hajlandó szórakozni. Segítség! 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 Na, de gyere már vissza még egy kicsit, légy szíves! Nagyon értékelnénk a jelenlétedet, még egy darabig! Ne szórakozzál velem, napocska! Halleluja! Mi történik? Nem tudom, mi történik, de az biztos, hogy fel is robbantam. De ez egy nagyon szórakoztató kis játék, szerintem rendkívül érdekes és aranyos kis apróság, úgyhogy ezúton hadd ajánljam szíves figyelmetekbe. Én mondom, nagyon szórakozom vele. 24 óránként egy új ilyen világot generálnak, tehát kicsit olyan, mint a Spelunky Daily Challenge, ha belegondoltok, és nem akarjátok túl gondolkodni azért. Minden esetre innen folytatjuk legközelebb.